A múltkori képviselői beszámolómat folytatva, újból itt vagyunk Bodogláron. Évek óta nagy probléma volt az utcanévtáblák, hogy nem voltak. Próbáltunk kialakítani egy egységes utcanévtábla képet, ezért raktuk úgy egyformára őket, hogy mind a két irányból jól láthatók legyenek, olvashatók legyenek. Ez azért kellett, hogyha jön ki egy tűzoltó, vagy mentőautó, vagy éppen turisztikai szempontból valaki betéved, tudjon tájékozódni. Továbbá kiraktunk a falunak az elejére, illetve a falunak a végére utcanév táblát. Ez azért kell forgalomtechnikai szempontból, hogy tudjuk lassítani a forgalmat, így lakott területen belül vagyunk, és ezzel is a faluban lévő embereknek, gyerekeknek a testi épségét próbáljuk megóvni, hogy az itt áthaladó forgalom lassabban tudjon közlekedni, és ezzel is a veszélyet csökkenteni, a baleset veszélyt. Ezen kívül körzetemben több helyen folytatódnak a dűlőutak, illetve földutaknak a karbantartása. Ez jelen pillanatban is több utcában, illetve útszakaszon, és a körzetben több helyen folyik, illetve folyamatban van.